Sziasztok! Nyár 2022 a mérlegnek. Spirituális útmutatás, mire figyelmeztet az univerzum, mit tanácsol, mindenki meg fogja találni a saját kártyáját. Na nézzük, egyes ház, mi jár a fejünkben? Esetleg a környezet milyennek fog látni minket, hát ilyen csodálatos kártya jött ki, maga az ász. Ez maga a mennyei boldogság, ez maga új örömforrás, ez maga a harmónia, tehát ilyen a kezdés, ilyen csodálatos kezdés. Így fogjuk érezni magunkat. A kelyhek, ez maga az érzelmek. Tehát ilyen érzelmesek, akár szerelmesek lehetünk egész nyáron. Kettes ház, ez maga a pénz, a megdolgozott pénz. Az önértékelés. Nos, itt figyelmeztetés, többet ésszel. Itt nem az érzelmek domináljanak a pénzterén, hanem az ész. Észszerű döntéseket kell hozni. A hármas ház, azaz információ, a kommunikáció, a családtagokkal, a rokonokkal, a szomszédok is ide tartoznak. A dokumentumok, az is ide tartozik. Nagyon erős az energia, pörögnek a kártyák. Aminek lennie kell, az meg fog történni, azt nem lehet elkerülni ezen a területen. Választás lehet. Választani kell lesz. Vagy valakinek kettő darab lehetőség fog jönni. A négyes ház, ez maga az otthon. Az otthon melege, a stabilitás, a ház, a lakás, ez is ide tartozik. Ezen a területen vannak félelmek. Negatív kártyalap jött ki. Amit tanácsol ez a kártya, hogy le kell győzni ezeket a félelmeket. Ki kell lépni, meg kell találni azt a megoldást. És a megoldás ott lesz. Esetleg valaki fél, el akarja adni a lakását, de fél, hogy vajon jó döntés, vajon megfelelő összeget fog kapni a lakásért, és mit fog csinálni azzal a pénzzel. Befekteti azt a pénzt valamibe, érdemese. Nem lesz-e bukás ebből. Az ötös ház, ez maga a boldogság. A boldogság háza, az örömforrás, a hobbi, a szórakozás, ez ide tartozik. A sport, a nyaralás, az is ide tartozik. Na, mi lesz itt? Aha, egy tízes. Valami le lesz zárva, véglegesen. Ahhoz, hogy jöjjön az új. A hatos ház, ez maga a munka. Ez egy kicsit nehezebb ház. Olyan munka, ugye, ami nekünk tetszik, vagy nem tetszik, de meg kell csinálni. Kötelező. Viszont egy csodálatos kártyalap jön. Úton van valami új, új üzenet, munkával kapcsolatos, házi állatokkal kapcsolatos, valakinek lehet egy új házi állatkája, ugye itt tombolnak az érzelmek. Ha betegségről van szó, akkor gyógyulás, mert maga a kórház, a betegség, az orvosok, a táplálkozás is ide tartozik, tehát itt egy csodálatos kártyalap jött ki, tele érzelemmel. Boldogsággal.
A hetes ház a partnerség. Személyes vagy üzleti partnerek ide tartoznak. A házasság, és egy nagy árkánum jött ki, tehát ezen a területen lesz előrehaladás, lépések a boldogsághoz. Valakinek házasságkötés lehet. Egy csodálatos erős kártyalap, egy pozitív, egy iszonyatosan pozitív kártyalap. Akár lehet egy utazás, nászút, lehet, lehetséges. Üzleti partnerség, nagyon jó üzleti partnerség. Utasikerhez. A nyolcas ház, ez nagy pénz. Lottó nyeremény. Örökség. Idegen pénz, amit tudunk használni, ide tartozik. A titok is ide tartozik. Erős ez a ház, ez maga az élet-halál háza. És amit mutat ez a kártyalap, hogy meg kell tanulni, újra kezdeni az életet. Tehát ez a nyolcas ház az élet és halál háza. Lezárni a régi életet, és újat kezdeni. Megtanulni. Sokszor van ez így. Itt is kijött ugye a lezárás, valaminek a végleges lezárása. És erről beszélek, és kirepült maga a halálkártya. Tehát lezárni a régit, és menni az újba. Befejezni a régi életet, és menni az új életbe. Nem félni, hanem bátran. A kilences ház, na ezek a horizontok, a horizont kiszélesedésének a háza. A kilátások, a külföld, az utazások, az is ide tartozik. A tanulás, idegenekkel való kommunikáció, nem rokonokkal. A hármas ház a rokonok, a kilences ház az idegen emberek. Hát itt vannak új lehetőségek. Ó, energikusan belevágni az újba. Adodni fog az új. Új utazás, tanulás, kimondottan ez a kártya a tanulást mutatja. A tízes ház, ez maga a karrier, a célok, az ambíciók, a státusz, ez is ide tartozik. Na hát itt gyorsan pöröghetnek az események, egyszerűen nem fogjuk győzni, kapkodni a fejünket. Viszont itt lehetnek akadályok is. Tehát rossz akaró emberek bizony-bizony, hogy lehetnek ezen a területen, akik nem akarják, hogy a karrier az olyan sikeres legyen. Ez egy fontos figyelmeztetés. A 11-es ház, ez maga az internet, a csoport, csoportos tevékenységek, a barátság, a közösségi média, és az álmok, a vágyak teljesülése, ez is ide tartozik, itt meg fog születni az igazság. Igazságosság lesz. Az igazság a ti oldalatokon lesz. Hát a mérleg ugye mérlegel, keresi az egyensúlyt, az igazság megtalálását, ez itt lesz. A 12-es ház, ez a láthatatlan világ, ez az egyedüllét, ez a rejtett titkok, a félelmek, a távoli földek, az izolált hely, az is ide tartozik. Na hát itt szerencse. Fordul a kocka, és itt jön a szerencse.
spirituális ház, szerencsés. Befejezni valamit, és egy új szerencsés fordulat. Karmikus, karmikus ez a kártyalap. És ez a 12-es ház is az. Még egyet húzunk, még egy figyelmeztetés, és kijött az ördög, nem hiába, nem csodálkozom ezen, az ördög nem alszik. Legyetek figyelmesek, legyetek résen, mert itt valami történhet a háttérben. Lehetnek rossz akarók. Jó? És lehet, hogy emiatt le kell ez zárni valamit, lezárni egy kapcsolatot, lezárni egy barátságot, és menni az újba egyedül. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!